Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket a ma esti orgona hangversenyünkön, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai hangverseny két előadóját, Sirák Pétert és Sirákné Kemény Kingát, akik megörvendeztetnek minket ma este orgonajátékukkal és énekükkel. Elek Péter vagyok, a Rózsafüzér királyné a templom orgonistája, Kecskés Mónika és Deák László kért meg, hogy ma este helyettesítsem őket itt a műsorvezetésben, mert hogy ők koncerteznek mind a ketten. És nagy örömmel mondtam igent erre a kérésre. A ma estén két főszereplőjéről, ha megengedik, röviden egy pár gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Sirák Péter 1950-ben született Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Budapesten szerzett orgonaművészi, karvazetői és egyházzenei diplomát. 4 évtizede áll az egyházzene szolgálatában, 1977-től 1996-ig itt a Pesti Ferences templomban volt orgonista, valamint kórusvezető. 1993-tól 2018-ig a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára. 1994-től 2004-ig a Budapesti Zeneakadémia egyházzenei tanszakán is tanított. Kezdeményezésére részletes orgonafelmérést végeztek 1985 és 88 között egész Magyarországon 3 kollégája segítségével. Ebben a felmérésben 3070 sípos orgonát tekintettek át és dokumentáltak. És részt vett 1999-ben Kárpátalja valamennyi orgonájának a felmérésében. CD lemezei jelentek meg a Debreceni Nagytemplom és a Tihanyi Apátsági Templom orgonáján. 1998-ban a Mander Orgonaépítő cég készített vele magyar műveket megszólaltató CD felvételt Nagasakiban. 2001-ben jelent meg tőle első magyarországi lemezfelvételként Johannes Brahms összes orgonaműve, a Wiesbadeni Marktkirche orgonáján. 2002-ben és 2004-ben a Farkasréti itáliai barokk kópia orgonán készített lemezfelvételt. 2004-ben szerezte egyházzenei doktorátusát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Disszertációjának témája az észak-itáliai orgonaépítészet volt. A hangverseny első darabja nagyon jól kapcsolódik az életrajz utolsó mondatához. Itáliai orgonazenét fogunk hallani, Claudio Merulo Toccata Prima című művét. Merulo a késői reneszánsz korszak itáliai zeneszerzője, kiadója és orgonistája. Már 24 évesen a velencei Szent Márk székesegyház másod, majd pár év múlva első orgonistájává nevezték ki. Később a pármai székesegyház orgonistája lett. Orgona zenéje innovatív. Jelentős újításait még a jóval későbbi Bach zenéjében is ki lehet mutatni, ugyanakkor Frescobaldi és Sphering számos művében is visszaköszön Merulo számos újítása. Hallgassuk tehát a hangverseny nyitányaként Claudio Merulo Toccata Prima című művét Sirák Péter előadásában. Thank you.
Ma esti hangverseny különlegességét a felhangzó művek sokszínűségén kívül az is adja, hogy a művész a fenti játszóasztalon szólaltatja meg a teljes műsort. Ugyanakkor a regisztrálás, a dalapok előkészítése a lenti játszóasztalnál történt az elmúlt napokban. A műsor teljessége azonban arra a gondolatra vezette az előadót, hogy a fenti játszóasztalról fogja megszólaltatni az egész koncertet. És ha már a különlegességekről beszéltünk, akkor a következő mű egy nagyon kevéssé ismert szerző alkotása, tehát ennek a felhangzása is mindenképpen egy különlegességnek számít. Thomas Babu, belga származású zeneszerző és orgonista, de francia stílusban alkotott. 1656 és 1740 között élt. Kornet fantáziáját hallgatjuk most meg. Korné fantáziáját, amelyet rombitához hasonló részfúvós hangszer jellegzetes hangját szólaltatja meg az orgonán. Thank you.
Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fugája következik. Erről a műről, hogyha egy szóban kellene jellemzést adnom, akkor azt mondanám, hogy kettősség. A keletkezés történetét tekintve is, ugyanis a két tétel nem egyszerre született. A fuga korábban keletkezett, még a weimari időszakban, a prelúdium pedig a lipcsei 23 év kezdetén. A kettősség a prelúdiumban több szálon is megmutatkozik. Egyrészt, hogy nem csak orgonaműként él tovább, hanem Bach már az életében átdolgozta, és az egyik kantátájának a nyitányaként alkalmazta, G-mollba transponálva. A másik, hogy mind a fugában, mind a prelúdiumban kettős témaválasztás és a kettős téma együttes alkalmazása figyelhető meg. A prelúdiumban majd halljuk, hogy nagy akkordtömbök, mint oszlopok tornyosulnak elénk, és közöttük az ívet, a boltívet pedig triolákból álló futamok, egy ilyen figura, egy ilyen motívum alkotja majd meg. Következik tehát Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fugája. Thank you.
Következő műsorszám Sós András Tuesz Pétrusz című orgonaműve. Sós András 1954-ben született. A Zeneakadémia elvégzése után 10 éven keresztül a 180-as csoport kortárs zenei együttes tagja és karmestere, 2 évig a budapesti vonósok dirigense, évtizedeken át a Schola Hungarica Gregorian kórus tagja. Műveit Magyarországon kívül számos európai országban bemutatták, illetve rádió és lemezfelvételen rögzítették. Tuesz Pétrusz, Passacaglia orgonára. Ez a mű Sirák Péter 70. születésnapja alkalmából készült. Több évtizedes szakmai kapcsolat és személyes barátság eredményeképpen született. Alcímének megfelelően egy hosszabb zenei egység többszöri megismétlése és az e fölötti variáció sorozat. Benne elrejtve a Gregorián Tuesz Pétrusz dallam, valamint Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumának emblematikus tételéből egy motívum. Ennek többféle felbukkanását is meghallhatjuk majd, akkordikus, imitációs és kánonszerkesztésű transformációban jelenik meg. A ma esti hangverseny további különlegességei közé tartozik, hogy a műszerzőjét is körünkben köszönhetjük, köszönjük, hogy jelenlétével megtisztel minket, és köszönjük Sirák Péternek, hogy egy ilyen személyes hangvételű művel megörvendeztet minket ma este.
bemutató után visszakanyarodunk egy kicsit a 20. század elejére, a késő romantika, vagy hát a korai modern orgonazene korába. Louis Vierne, francia orgonaművész és zeneszerző, a párizsi Notre-Dame katedrális orgonaművésze volt. Les Anges, vagyis az Órangyala című ciklusát hallgatjuk most meg, amely orgonára és énekhangra íródott. A mű előadásában Sirákné Kemény Kinga fog közreműködni. Ő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem középiskolai énektanár és karvezető képző és egyházzene tanszakát végezte el. 10 évig énekelt a Zeneakadémia Liszt Ferenc kamarakórusában, 10 évig tagja és évekig titkára volt a Schola Hungarica kórusnak. A kórus lemezein nyújtott szólóéneklései alapján 1993-ban Svédországba hívták meg lemezfelvételre. 1998 óta Diósdon egy 40 fős női kart vezet. Kórusával külföldön és belföldön egyaránt sikereket ért el, a Magyar Kodály Társaság tagjai közé is meghívást kaptak. Szőnyi Erzsébet a számukra 3 művet komponált. A női kar kamara együttese, a Schola Gregoniara Diósdiensis, a Gregorián zene népszerűsítését vállalja koncerteken, liturgiákon. Sirákné Kemény Kinga 2011 óta a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanára. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett egyházzenei doktori fokozatot. Sirákné Kemény Kinga és Sirák Péter előadásában tehát Louis Vierne az Órangyala című ciklusa hangzik most fel. Eleink a reggeli, déli és az esti harangszókor is imádkozták ezt az imádságot, az Órangyalát. Jean-Luc Fomagne 3 költeményt írt mindegyik Úrangyalához, kiegészítve azt a napfelkelte, az ébredő város, majd a déli nyüzsgés jeleneteivel. A 3. vers pedig a nap hálaadó összefoglalása.
Ha a ma esti hangverseny műsorán végig tekintünk, akkor könnyen felfedezhetjük, hogy, hogy valamennyi elhangzó mű az énekléshez kapcsolódik, vagy az orgonán imitálja az éneklést, vagy énekes mű átirata, vagy mint az előbb elhangzott művek ének szólóval születtek. Nem lesz ez másként a következőkben sem. Richard Wagner Zarándok kórusát halljuk a Tannhäuser című operából, amelynek átiratát Liszt Ferenc készítette. Liszt Ferenc, aki ennek az operának a második változatát Weimarban bemutatta, és akinek a karmesteri pálcája és az előadása nyomán diadalútjára indult ez az opera. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a Zarándok kórusban Rómába zarándokoló emberek, bűnösök, magukat keresők elevenednek meg, és azt hiszem, hogy most a vírus utáni időszakban, amikor az első élő koncertek, az első élő előadások, az első személyesen is átélhető szentmisék következnek, részt vehetünk ezeken újra, akkor valamennyire át tudjuk élni azoknak a zarándokoknak a vágyát, akiknek egészen Rómába kellett annak idején vonulni, hogy az Úristennel találkozhassanak. Következik tehát Wagner Zarándok kórusa Liszt Ferenc átiratában.
az Isten irgalmára való vágyakozást, az Istennel való találkozásra vágyó embert hallottuk az előző zarándok kórusban megszólalni, és nem lesz ez másként a hangverseny záró műsor számában sem. Liszt Ferenc 13. Zsoltárának az átiratát fogjuk hallani, amely eredetileg tenor szólóra, vegyeskarra és zenekarra íródott. Még Liszt életében Schulze nevű barátja készített ebből a műből orgona átiratot. A 13. Zsoltár úgynevezett panaszos Zsoltár, amely így kezdődik. Meddig felejteszel egészen, Uram? Arcodat meddig fordítod el tőlem? De a Zsoltár vége, amelyet maga a mű is megfogalmaz, már bizakodásba csap át. Én azonban bízom a te irgalmadban, Uram. Szívem újjong, mert megszabadítasz. Énekelek az Úrnak, aki jót tesz velem. Ezeknek a gondolatoknak a megfogalmazása hangzik most fel, tehát Liszt Ferenc 13. Zsoltárának a zárószakaszát halljuk Sirák Péter előadásában. Még mielőtt a darab elkezdődne, engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket. Szeretettel várjuk Önöket a jövő hét szombat esti hangversenyen is, amikor Karosi Bálint orgonaművész előadását hallgathatják. És szeretném megkérni Önöket, hogy a hangverseny végeztével várjuk meg, amíg a művészek lejönnek, hogy személyesen is találkozhassunk velük itt a Szentében, személyesen is köszönetet mondhassunk nekik.